A hírt Monsignor Santoro Kogangyemi apostoli nuncius közölte március 18-án délben, az úrangyala imádságot követően az ünnepi sajtótájékoztatón a bánáti papság jelenlétében. A Szent Atya Mirko Stefković atyát választotta, akinek már most ígérjük, hogy imádságainkkal követni fogjuk őt ezen az úton. A 47 éves újpüspök életrajzát Monsignor Németh László belgrádi metropolita érsek apostoli kormányzó ismertette magyar és horvát nyelven. Hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés számukra, hogy a Szent Atya egy képzett, mindenben jártas embert nevezett ki a Nagybecskereki Egyházmegye élére. Remélem, hogy az ő jövetelével az egyházmegye még nagyobb lendületet kap, hogy haladjon előre. A papok nevében is remélem, hogy nem árulok el nagy dolgot, ha mondom, hogy várták már régóta, hogy jöjjön valaki új, aki lehet, hogy normálisabb lesz, mint én. Mirko Stefković püspök első beszédében először magyarul, majd horvát anyanyelvén köszöntötte az egyházmegye papjait, és mindenek előtt azt kérte, hogy imával támogassák a szolgálatát. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntök mindenkit. Ferenc pápa azon döntése, hogy szerény személyemet nevezze ki a Nagybecskereki Egyházmegye új püspökének, nem csak engem lepett meg, hanem gondolom önöket is. Habár papi szolgálatom jelentős részét püspökök között töltöttem el, és lehetőségem volt betekintést nyerni azok életébe, most mégis, mint zarándok állok életem forduló pontján, és úgy érzem, annak folytatása inkább a Jóisten kezében van, mint sajátomban. Milyen tisztelt apostoli nuncius úr, kérem adja át legőszintébb köszönetemet Ferenc pápának. Hálotelt szívvel köszönöm megtisztelő bizalmát, és köszönöm mindazok bizalmát, így az önét is, aki kinevezésem folyamatában olyan értékeket véltek felfedezni bennem, amelyek számunkra rejtve voltak, és amelyeket felismerve úgy döntöttek, a helyi egyház javát tudom majd szolgálni. Tisztában vagyok az Anya Szent Egyház által rám ruházott szolgálat komolyságával, de hiszem, hogy nem maradok ebben egyedül, hanem teljes bizalommal számíthatok Isten hívő népére, drága paptestvéreimre és a bánáti rónság nemes lelkű laikus hívő közösségére. Kedves paptestvérek és szerzetesek, úgy jövök ide önök közé, mint egy önök közül. Önökkel együtt szeretném elvetni az igét az Úr mezején. Együtt vetünk, és együtt örülünk minden termés felett, ami a Jóisten áldásával beérik majd. Függetlenül a nemzeti és vallási, vagy bármilyen hozzátartozástól, nyitott vagyok a közreműködésre mindazokkal, akik szívükön viselik a szőkebb és tágabb térség társadalmi jólétét. Ezúton szeretném tisztelettel megkérni a kedves paptestvéreket és a Nagybecskereki Egyházmegye híveit, emlékezzenek meg rólam buzgó imáikban. A mai naptól kezdve én is imáimba zárom önöket. Jézus Krisztus adjon minnyájunknak kegyelmet, hogy rajtunk keresztül ő maga munkálkodjon az egész Nagybecskereki Egyházmegyében, hogy fele barátaink rajtunk keresztül megtapasztalhassák az ő irgalmát és közelségét. Még egyszer hálás köszönet mindenkinek! Mirko Stefković, Monsignor dr. Németh László belgrádi érseket eddigi apostoli kormányzót követi a Nagybecskereki Egyházmegye élén. A püspökszentelés június 1-én lesz 11 órakor a Nagybecskereki Székesegyházban. Mirko Stefković 1977. szeptember 24-én született Tabankúton, 2004. június 29-én szentelték pappá Szabadkán. Pénzes János szabadkai megyés püspök titkára volt, 2021-ben a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelője lett és a József Finom papi otthon igazgatójának feladatkörét látta el.
Időközben a Szent Cyril és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia segédtitkára volt 2010-től, majd 2016 és 2021 között a konferencia titkári tisztségét töltötte be.